Szerbusz Gábor, mondott, hogy olyan problémád van, hogy az adminon belül nem tudod elmenteni a változtatásokat. Én tegnap este létrehoztam, látod ezeket az aloldalakat, úgyhogy mind sikerült, és ez biztos, hogy nem a program hiba. Gyorsan fussunk át rajtam, mondjuk oldalakba belemegyek, és mondjuk kiválasztom azt, hogy a motorom. Itt az a fontos, hogy ki kell tölteni mindig a link nevét, az elérési útvonalat és az oldal címét, ezek kötelezőek, és utána a design az marad, és a link helyét mindig meg kell határozni. Vagy egyes menü, ami mindig a vízszintes, vagy a kettes menü, ami mindig a függőleges, vagy aloldal, de azt most hagyjuk. És igazából ennyi az egész. Utána ide még beleírsz valamit, mondjuk módosítod, és legalul, az lehet, hogy most nem látszik, de akkor úgy csinálom, hogy látszódjon, és legalul ezzel a gombbal rákatintasz, sikeres mentés. Rákatintasz még egyet, és akkor elmentette a mentést. Na most gyakorlatilag ezzel 99% hogy működnie kell a cuccnak. Esetleg az lehet, hogyha mobilnettel dolgozol, akkor az borzasztó sok dolgot korlátoz, és az lehet, hogy emiatt lehet, hogy esetleg nem tudod menteni, de igazából vannak ügyfeleim, akik szintén mobilnetről csinálják, és esetleg a videók nem jönnek be nekik, mert azt tiltja a szolgáltató, de a mentés az mindig szokott sikerülni. Nézzük meg, hogy ez segítette, hogyha nem, akkor Skype-on megosztott képernyővel megnézzük a dolgot, jó? Oké, na, ciao.